Édesem, ne nyisd ki! Kinyitni! Nem maga adott 48 órát, hogy végezzek vele? Ó, valóban! Kinyitni itt a rendőrség zsűrfelügyelő vagyok! Kinyitni! Gyorsabban, gyorsabban! Bravo, felügyelő úr! Csodás éjszakám volt! Ó, én is csodálkoztam. Uraim! Mi történt magával, felügyelő úr? Talán megbolondult? Ó, a kisasszony, vigyázzon magára, válogassa meg a szavait! Én vagyok válogató. A törvény nevében letartóztatom! Most tréfál? Na, én komoly ember vagyok. Szóval Phantom azt 48 órát adott magának, hogy végezzen. Jó, végezzen, de kivel? Jó, végezzen, de mivel? Hát azt akarja, hogy... Ha jól értem, titkolódzunk a rendőrség előtt, és kapcsolatot tartunk fel Phantomasszal, na hát akkor most jól figyeljen ide. Közveszélyes bűnöző fel nem jelentése, és bűnrészesség. Oh, szép kis szám. Talán meg fogja érteni. Na, mindent értek. Oh, na és ez micsoda? Ezt akarom megmagyarázni. Ne fáradjon vele, nálunk az ilyen félkegyelmek is tudnak olvasni, mint amilyen én vagyok. F, mint Phantomas, hát csak véletlen egybeesés, és mi most majd mi készítünk veled interjút, de részletesen. Vigyék el, nyomás. Na de hát ez... Sétam arra! Nem, ezt nem teheti vele! Hagyjon, ne rázzon, nem áram maga! Hagyjon, ne súlyosbítsa a helyzetét! Ez a falusi pásnétom, szétolvad az ember szájában. Te csak akkor iszol, akkor zabálsz, ha beszélsz! Érted? 48 órás diétában még senki sem pusztult bele, felügyelő úr. Különben ez igen egészséges. Ugyanúgyan, szedd össze magad és beszélj. De már két napja mindig ugyanazt kérdezi tőlem. És én már elmondtam mindent, amit tudtam. Felügyelő úr, a fehér bor nagyon ártalmas az idegeire. Ó, még árasz, hát nem is eszel, mindenre fényterülök, látod? Látod? Mondd meg, a cikkedben minden hazugság. Igaz, minden hazugság. Hát ha azt állítod, hogy hazugság, akkor mindenki azt hiszi, hogy igazság. Igen, ez így igaz. De mi az igaz most, amikor mindenki azt hiszi, hogy igaz? De hogy az az igaz, ami hazugság. Szóval az az igazság, hogy minden szava hazugság? Ne beszélj itt nekem össze-vissza! Tegyük fel, hogy hazugság. Akkor miért raboltatott el téged, Phantomas, ma éjszaka, hogyha hazudtál, ha? Éppen azért, mert hazudtam. Hazudsz! Hazudik! Maga azzal vádol, hogy hazudok. És amikor azt mondom, hogy hazudok, vagy hazudtam, akkor pedig éppen... De dugót a szádba, ne folyjon belőled a szó, dugd be! Na jó, figyelj ide! Nem engedem meg, hogy magáz, illetve nem engedem meg, hogy tegez. Nem engedek meg semmit, legyobb, ha levegőt se veszel. Figyeljenek rám, ez az ember állítólag kimerült, és nem tudja követni az én beretve éles logikámat. Így tárgy, vagy folytatjuk, emet cseverészést holnap reggel, ezért uraim, vezessék el a cellájába!